Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Damino Dideville. Ebben a videómban a zombi vagy más címén zombi Flash Eaters szériát fogom rangsorolni. Tartsatok velem! A zombi vajója briteknél ismerik zombi Flash Eaters, az egy olasz horror széria, egy zombis széria, aminek elég érdekes így a háttértörténete, így a keletkezésüknek a körülménye, a címválasztás, meg úgy egy jó pár dolog. Úgyhogy mielőtt rátérnék a konkrét rangsorolásra, beszélnék röviden erről a szériáról, ugyanis tényleg elég érdekes ez az egész, és minél inkább haladunk előre ezeknél a filmeknél, annál kuszábbá meg érdekesebbé válik úgy az egész mindenség. Úgyhogy ahhoz, hogy teljes egészében megértsük ezt a szériát, vissza kell mennünk egészen 1968-ig. Ugyanis 1968-ban mutatták be George A. Romero Night of the Living Dead, az Élőhalottak éjszakája című filmjét. És ez volt az a film, az a zombis horrorfilm, ami megreformálta a horror műfajt, és azon belül is a zombis alműfajt. Ugyanis 1968 előtt, amikor zombikat láttunk horrorfilmekben, azok inkább ilyen voodoo-szerű zombik voltak. 68-ban Romero pedig megteremtette ezzel a filmjével a csoszogó, élőhalott, húsevő zombikat. És természetesen ez óriási hatása volt a horror műfajra, hiszen lényegében egy egész alműfaj született meg ezzel a filmmel, úgy, ahogy azt ugye ma ismerjük, és ahogy a zombikat is ugye ma ismerjük. Persze azóta már nagyon sokat változott ez az alműfaj is, hiszen ilyen-olyan zombik létrejöttek már azóta, hiszen a csoszogó zombik mellett vannak már rohanó zombik is, meg beszélő zombik, meg ilyen-olyan zombik. Úgyhogy nagyon sok minden van már ebben az alműfajban, de Romero volt az, és a Night of the Living Dead című film volt az, amit ilyen megteremtette leginkább ezt az alműfajt, ami megújította nagyon erősen. És persze ez nem csak így a horror műfajra, meg a zombis alműfajra volt nagy hatása ez a film, hanem úgy nagyon sok mindenre, tehát alapjába véve ez egy nagyon fontos állomása a horror műfajnak, hiszen egy kis költségvetésű filmről van szó, egy független filmről, ami aztán óriási sikereket ért el, és nem csak az, hogy tényleg nagyon sikeres volt meg minden, de ugye maga a Romero folytatta is ezt a szériáját, tehát több folytatás készült, reboot készült, aztán össze-vissza készültek mindenféle remake-ek, és ugye mivel Romero szériája összesen 6 részből áll, és mindegyik rész olyan, hogy igazából önálló filmként is lehet rájuk tekinteni, még akkor is, hogyha vannak ilyen-olyan kisebb kapcsolódási pontok a filmek között, úgyhogy valószínűleg ezért van az, hogy a remake-ek azok tényleg teljes mértékben önálló filmek, és nem kapcsolódnak egymáshoz, de most ugye nem azért vagyok itt, hogy a Holtak szériáról beszéljek, majd erről is lesz a későbbiek folyamán valamikor egy rangsorolós videó, ott majd bővebben is kibeszélem Romero Holtak szériáját, a teljes szériát remake-ekkel együtt. Most azért tartottam fontosnak, hogy megemlítsem ezt a filmet. Egyrészt a zombik miatt, a zombik megszületése miatt, másrészt meg azért, mert 78-ban, tehát 10 évvel a film első film után Romero elkészítette a második részt, ami a Dawn of the Dead, vagyis Holtak hajnal címet kapta. Ez a film szintén óriási nagy siker lett, és ennek a filmnek már köze volt valamilyen szinten Olaszországhoz is. Ugyanis amikor George Romero megismerkedett Dario Argentóval, akkor ők úgy hiszem, hogy elég jó barátok lettek, és a karrierjük során többször is közreműködtek egymással. Tehát például ott van a Two Evil Eyes című film, ami egy antológia, két szegmens van benne, egyiket Romero csinálta, másikat pedig Argento. És a Holtak hajnalának összesen 3 különböző verziója létezik. Van a mozi változat, van a bővített változat, valamint van az európai változat, amit szoktak olasz verzióként is emlegetni, vagy éppen Argento cutként, vagyis Argento vágásként. Ugyanis a Holtak hajnalának az olasz vagy európai verzióját Argento újra vágta, hogy feszesebb legyen a tempója, illetve ha jól tudom, akkor talán még a zenéje is más, mint a eredeti verziónak, és Olaszországban, meg talán más európai országokban is ezt a verziót mutatták be. És Olaszországban ezt a filmet átnevezték, és Zombi lett a címe. És ugyan én még egyelőre csak a bővített verziót láttam, tehát nem tudok
ugye mondani, vagy beszélni arról, hogy mik a különbségek esetlegesen az ilyen-olyan verziók között, de ez most ugye nem is számít annyira. A lényeg az azon van, hogy Olaszországban is nagyon nagy siker lett ez a film, A Holtak Hajnala, csak ugye ott nem Dawn of the Dead-ként mutatták be, hanem mint ahogy azt említettem, Zombi lett a címe. És persze a 70-es és a 80-as években nagyon is szokása volt az az olaszoknak, hogy megfogjanak bizonyos amerikai filmeket, vagy ugye külföldi nagy sikereket, és aztán elkészítsék a saját másolatukat. Tehát lényegében meglovagolják az, annak az adott filmnek a sikerét, és hogy ezáltal ugye, ha csinálnak egy hasonló filmet, akkor arra valószínűleg beül a közönség, és akkor jó sok pénzt összeszednek. Ez nagyon nagy mánia volt az olaszoknál akkoriban. Például ott van ugye az a fajta, amikor csak simán csinálnak egy másolatot. Például ott van az Alien Contamination, vagy csak szintén Contamination című film, amit Luigi Cozzi rendezett, és az például az Aliennek tekinthető a másolatának. Illetve még egy példa a Beyond the Door, ami meg ugye az Ördögűzőnek, meg a Rosemary gyermekének tekinthető egyfajta keverékének másolatának. Aztán a másik eset, amikor nem csak hogy lemásolják az adott filmet, de még ráadásul a címét is eléggé lemásolják, vagy éppen nem hivatalos folytatásként próbálják meg eladni. Például tudtátok, hogy van olyan olasz film, ami Terminator 2 címen is ismert? Terminator 2 címen is bemutatták annak idején? Vagy például olyan, amit Texasi Láncszövészes Fényszállás 3 címen mutattak be Olaszországba? Vagy éppen olyan, ami Alien 2 címen került bemutatásra? És hát ugye, mint említettem, ugye a Holtak Hajnala a zombi címmel lett bemutatva, és az olaszoknál, mivel nagy siker volt természetesen ott is ez a film, rögtön meg akarták lovagolni ezt a sikert, és azonnal el is kezdték csinálni a saját zombis horrorfilmjüket, amit aztán Lucio Fulci rendezett, és egy évvel később 79-ben mutatták be, és Zombi 2 lett a címe. Tehát ez ugye az az eset, amikor csináltak egy nem hivatalos folytatást, és ugye a Holtak Hajnalához a Zombi 2-t, mivel ugye a Holtak Hajnala az zombi címmel lett bemutatva. Persze a Zombi 2-nek semmi köze a eredeti Holtak Hajnalához, teljesen mások benne a zombik is. Ugye a Romero féle zombikkal ellentétben a Zombi című filmbe, vagy hát Zombi 2 című filmbe, ismét ilyen voodoo-szerű zombik vannak, tehát tényleg totál más az egész, semmi köze a Holtak Hajnalához, tehát tényleg csak egy nem hivatalos folytatás, a siker, a cím révén próbálták meg eladni ezt a filmet. Az már persze más dolog, hogy maga a zombi Lucio Fulci filmje is ugye eléggé nagy siker lett, és eléggé kedvelt és szeretett film horror rajongók körében. Na hát most a Zombi 2, ugye mivel ez a címe, amikor kiküldték ezt ugye Olaszországon kívülre, ez a film ugye nem lehetett Zombi 2-ként eladni külföldön, hiszen hol van a Zombi 1? Hiszen külföldön Dawn of the Dead, az holnak Holtak Hajnala, tehát Dawn of the Dead-ként lett eladva, ugye a Dawn of the Dead. És persze nem annak a folytatása a film, tehát nem is adhatták el mondjuk Dawn of the Dead 2-ként vagy hasonlók, úgyhogy szimplán csak leszették a kettest a végéről, illetve oda tettek mögé egy E betűt, ugye olaszul zombi, míg ugye angol nyelvben zombie-nek írják a zombit, úgyhogy Amerikában például csak szimplán zombi címe jelent meg, a briteknél Zombie Flesh Eaters lett, ott ezt a címet adták neki. És, mint mondtam, ugye egy eléggé kedvelt horrorfilmről van szó, úgyhogy persze, hogy utána az olaszok kitalálták, hogy a zombi, saját zombi filmjüknek is csinálnak egy folytatást. Mégpedig ugyanúgy Lucio Fulcival. És erre 1988-ban került sor, amikor is bemutatták Olaszországba a Zombi 3-at. Ami persze ugye lényegében még csak a Zombi 2, tehát a második film a szériában, de ugye mivel a Holtak Hajnala az zombi volt, ezért ugye az azt követ a film az már eleve Zombi 2-ként jelent meg, és így a legújabb film az Zombi 3 lett, amit Lucio Fulci rendezett, de nem teljes egészében, mert hát állítólag betegeskedett nagyon, és otthagyta a forgatást, rákényszerült arra, hogy otthagyja a forgatást, és utána két új rendező is forgatott új jeleneteket a filmhez, hogy az be legyen fejezve. Az egyikük az Claudio Fragasso volt, aki a filmet írta is, a forgatókönyvet, a második pedig Bruno Mattei, aki a Second Unit Director, tehát a másodstábnak a rendezője volt. Úgyhogy ők fejezték be a filmet, és akkor elvileg ugye mindketten külön-külön forgattak új jeleneteket, és aztán
amikor összevárták az egészet, akkor Fulci által forgatott jelenetekből ki is vágtak egy keveset, és aztán végül megszületett egy kb. 90 perces film, amit ugye összesen három rendező csinált, és hát ez azért látszik is a filmen, érződik rajta. És aztán ezek után igazából még kuszábbá, meg még érdekesebbé válik az egész, ugyanis 1989-ben bemutatták az Oltre la Morte című filmet Olaszországban, ugye az eredeti olasz címét említettem az előbb, ami az angol címben, vagy angol nyelvű címként az After Death címet kapta, ami ugye magyarra fordítva azt jelenti, hogy a halál után. Ezt a filmet Claudio Fragasso rendezte, aki ugye a Zombie 3-at is csinálta, ami azt talán elfelejtettem mondani, Angliában, hogy briteknél Zombie Flesh Eaters 2-ként lett ugye bemutatva, hiszen a Zombie 2 volt a Zombie Flesh Eaters. Na tehát visszatérve az Oltre la Morte-ra 1989-ben, Claudio Fragasso volt a rendező, aki ugye a Zombie 3-at is befejezte, vagy hát ugye ott ő volt az egyik rendező, és After Death volt az angol nyelvű címe, viszont már szinte a bemutatáskor lényegében átvariálták ezt a filmet, átnevezték, és Zombie 4 lett belőle, illetve meghagyták az After Death címet, mint alcím, mert és aztán így lett belőle Zombie 4 After Death az USA-ban, illetve Zombie Flesh Eaters 3 After Death a briteknél, és sőt, ha minden igaz, akkor még Olaszországban is kiadták később olyan címen, hogy After Death, kötőjel Zombie 4. Ez azt hiszem, hogy egy olasz DVD megjelenés volt. Úgyhogy lényegében ez a film eredetileg nem a zombi széria részeként készült, de szinte a bemutatójakor már azzá vált a zombi széria részévé, az új címeknek köszönhetően, meg ugye a külföldi terjesztés során, ahogy ugye átnevezték. Viszont egy érdekesség, hogy ugye a Zombie 2-t zombi címen mutatták be az USA-ba. Viszont a Zombie 3-at nem Zombie 2-ként mutatták be, hanem szimplán Zombie 3-ként. És ezt a Zombie 4-et, vagy Zombie Flesh Eaters 3-at, vagy After Death-et pedig ugyanúgy Zombie 4-ként mutatták be. Így aki kevésbé ismert ebben a szériában, meg nem tudja, hogy mi micsoda, az az USA-ban például meg tudja venni a Zombie 2-t zombiként, a Zombie 3-at a Zombie 3-ként, a Zombie 4-et Zombie 4-ként, és akkor csodálkozik, hogy hol van a Zombie 2. Úgyhogy nagyon érdekes és nagyon furcsa ez az egész. Viszont ezek után, ha lehet mondani, akkor igazából még egy picit bizarabbá válik a helyzet. Ugyanis elérkeztünk ahhoz a filmhez, aminek az lett a címe, hogy Killing Birds. Vagy más címén Killing Birds Raptors. És ezt a filmet, amikor bemutatták eredetileg, akkor még ez volt a cím. Aztán utólag fogták és átnevezték. És így lett belőle Zombie 5 Killing Birds, meg lett belőle Zombie Flesh Eaters 4 is, és elvileg Olaszországba kiadták DVD-n úgy is, hogy Killing Birds Zombie 5. Viszont ez a film, ez 1988-as. Sőt, hát az IMDb-n megnézitek, akkor ott 1987-et ír, viszont hogyha a különböző ilyen-olyan bemutatók dátumait nézzük meg szintén az IMDb oldalon, akkor ott mindegyik bemutatóhoz 1988-an írva, de igazából most teljesen mindegy, hogy legelőször 88-ban mutatták ebbe, vagy 87-be, ugyanis a Zombie 4 az 89-es. És így, amit később átneveztek Zombie 5-re, az csak 88-as. Tehát egy évvel a negyedik rész előtt már bemutatták Olaszországban azt a filmet, ami később Zombie 5 lett. Nem furcsa ez az egész, meg nem érdekes ez az egész, dehogy nem. A Killing Birds című filmet Claudio Lattanzi rendezte, illetve vannak itt mindenféle pletykák meg spekulációk, hogy lehet, hogy nem is ő rendezte az egész filmet, hanem Joe D'Amato is, aki ugye nagyon ilyen gagyi horrorokat rendezett Olaszországban annak idején. És a Killing Birds az egy olyan film, amit még soha nem láttam, de érdekel, hogyha valamikor megjelenik Blu-ray-en, egyelőre még soha nem jelent meg Blu-ray-en, akkor valószínűleg meg fogom menni és meg fogom nézni. Ha meg nem, akkor lehet, hogy beszerzem majd valamikor DVD-n. De a lényeg, hogy ugye most sorba haladva, hogyha a Holtak hajnala, az szerintem egyértelmű mindenki számára, hogy nem része a zombi szériának, hiszen az a Holtak hajnala, az a Holtak szériának a része. Úgyhogy ott van a legelőször is a Zombie 2, vagy más néven Zombie, vagy más néven Zombie Flesh Eaters. Az ugye az eredeti film Fulcitól.
Utána jött a következő film, a Zombie 3, vagy más címen Zombie Flesh Eaters 2. Az ugye a, igazából még csak a második film, hiába Zombie 3-ként mutatták be néhány helyen. És hogyha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor csak ez a két film tartozik bele a zombi szériába. Viszont ugye ott van az ezt követő 89-es Oltre la Morte, vagy After Death, vagy ugye Zombie 4 After Death, vagy Zombie Flesh Eaters 3 After Death, ami lényegében hivatalosan is a zombi széria részeként tekinthetünk rá, mert igazából azzá vált már szinte a bemutatója pillanatában. Úgyhogy így igazából ez így már három film. Csak hogy aztán ott van a Killing Birds, ami ugye egy évvel korábbi, mint az After Death, mint ugye a Zombi 4. És hiába adták ezt is ki Zombi 5-ként, csak azért meglovagolják azt a címet, azt a szériát, azt a sikert. Úgy hiszem, hogy ezt a filmet már még kevesebben tekintik hivatalosan is a széria részének, mert itt már tényleg annyira furcsa ez az egész, hogy ugye egy évvel korábbi, mint az előző rész, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy a Killing Birds az nem a zombi szériának a része, az hivatalosan nem tekinthető a zombi szériának a része, sőt, ahogy így rákerestem, úgy vettem észre, hogy ezt a filmet, ezt inkább Killing Birds-ként, meg Killing Birds Raptors-ként ismerhető, meg többen is így mutatták be. Persze létezik olyan kiadása, hogy Zombi 5, Killing Birds, meg olyan is, hogy Zombie Flesh Eaters 4, de ezek inkább még nagyon régen VHS-en, meg talán DVD-n egy-két helyen, de nem túlságosan jellemző, úgyhogy velejtsük el most a Zombi 5-öt. A zombi széria az lényegében egy három részből álló zombi trilógia, a Zombie 2, Zombie 3, Zombie 4, vagy Zombie Flesh Eaters 1, 2, 3. És az a helyzet egyébként ezekkel a filmekkel, hogy egyiknek sincs köze a másikhoz. Tehát teljesen különálló filmekről van szó, még a zombikat is teljesen máshogy ábrázolják mindegyikbe. Ugye, mint említettem, a legelső filmben, Fulci filmjében, a Zombie 2-ben, ott voodoo-szerűek a zombik, aztán ott a Zombie 3, vagy Zombie Flesh Eaters 2, abban meg megint ilyen vírusszerűen jön létre a zombikor, egyfajta katonai kísérletnek köszönhetően, és ott is nagyon összevisszák a zombik abba a filmbe, tehát többféle zombi van benne, és aztán ott van a Zombi 4, vagy Zombie Flesh Eaters 3 After Death, abban meg megint a voodoo zombikat szedték elő, úgyhogy tényleg totál más az összes rész, teljesen különbözőek, még akkor is, hogyha vannak olyan alkotók, akik ugye több filmben is közreműködtek, több filmkészítésben is közreműködtek ebből a szériából. Teljesen különálló darabokról van szó, tehát lényegében ez a széria egy zombis antológia trilógiának lehet tekinteni. És akkor most, hogy túljutottunk ezen a felvezetőn, meg az egész történelmi hátterén ennek a szériának, meg most már tudjuk, hogy mi micsoda, mi hova tartozik, akkor jöjjön végre a rangsorolás. Tehát a zombi széria, a zombi trilógia rangsorolás. Nálam harmadik hely, az nem más, mint a Zombi 3, de hogy ne legyen megtévesztő a dolog, leszedem erről a kartontokat, és a brit címet fogom használni, tehát Zombie Flesh Eaters 2, ugye hiába Zombi 3, az olasz cím, ez valójában még csak a második film a szériában. Nagyon be van kavarva ez az egész. Szóval a Zombie Flesh Eaters 2, ugye Fulci, illetve Claudio Fragasso, illetve Bruno Mattei közös filmje. Az, hogy három rendező csinált ezt a filmet, ez nagyon is érződik rajta. Nagyon kuszának tűnik maga a sztori, meg a jelenetek, összevisszának tűnnek, más stílusúaknak tűnnek. Maguk a zombik is nagyon vegyesek, tehát nem tudtak egy bizonyos zombit megcsinálni ebbe a filmbe, hanem össze-vissza. Van, amelyik csak szintán ugye sétál, csaszog. Van, amelyik eléggé gyorsan mozog, szinte már fut. Van olyan is, amelyik tud beszélni. Van olyan, amelyik még verekedni is tud. Tehát nagyon összevisszák a zombik ebbe a filmbe. Van olyan, amikor egy levágott zombifej kirepül egy hűtőből. Tehát még repülő zombifej is van benne. Úgyhogy rossz a film, de mellette iszonyatosan szórakoztató szerintem. Úgyhogy igazából bőven kedvelhető ez a film is, annak ellenére, hogy egyébként tényleg rossz, de tényleg nagyon szórakoztató, és nagyon kassz góreffektek vannak ugye benne, ez Fulcsira ugye jellemző, hogy nagyon jó góreffekteket szokott összehozni, és ez ebben a filmben is így van, tehát a vér, a gór,
a mindenféle belezések, meg zombi harapások, meg hasonlók, azok normálisan meg vannak csinálva a filmben. Persze vannak benne gagyi dolgok is, meg minden. De imádom azt, az persze nem csak ebben a filmben van, nagyon sok filmben benne van, amikor az épp aktuális áldozat észreveszi, hogy támad rá valaki, ugye ebbe az esetben a zombi, és akkor ahelyett, hogy elmenekülne, vagy védekezne, vagy valami, csak áll egy helybe, és leesi, és kiabál, és megvárja, amíg a zombi oda megy hozzá, és megharapja. Ahelyett, hogy elfutna, pedig bőven lett volna rá ideje, hogy elfusson. Meg van egy olyan gagyi rész is, amikor egy ilyen nagy medence, vagy mi körül egy férfi karakter menekül, és akkor jönnek a zombik. És akkor így hátrálva menekül előlük, de csak nagyon lassan, és közben lesi a zombikat. És tök lassan hátrál előlük, ahelyett, hogy megfordul, és végre futna a fenébe. De nem, csak szenved. Úgyhogy, mint mondtam, tényleg nagyon szórakoztató a film, annak ellenére, hogy igazából rossz, és hogy nagyon vegyes, ugye nagyon kusza és össze-vissza, amiatt, hogy három rendező is csinálgatta. Aztán második hely, az nálam a Zombie Flesh Eaters 3 1989-ből, vagyis ugye az After Death című film, vagy Zombie Flesh Eaters 3 After Death, vagy Zombie 4 After Death. Ez ugye Claudio Fragasso-nak a filmje, és ugye itt visszatértek a első filmben lévő ilyen voodoo-szerű zombikhoz. Ez egy szigeten játszódik, ami egy nagyon szép helyszín a filmben szerintem, és aztán ott a szigeten kísérleteket folytatnak, a lényegében gyógyszereket akarnak létrehozni, ami meggyógyítja a rákot, meg ilyeneket, csak hogy félresikülnek a dolgok, és akkor ott egy beteg gyerek meghal, de nem az orvosoknak a hibájából, de a gyereknek az apja az orvosokat hibáztatja, és akkor ott létrehoz ilyen voodoo útján zombikat, és akkor azok rátámadnak az orvosokra, és akkor szinte mindenki meghal, és aztán később még új emberek jönnek a szigetre pár évvel később, és akkor azok is ott menekülnek a zombik elől. Szórakoztató a film, és persze az előző részhez képest jóval egységesebb, hiszen ezt csak egy ember csinálta, viszont ugyanúgy azt lehet rá mondani, hogy rossz, de szórakoztató. Jók a helyszínek, jók a gore effektek itt is, meg a véres jelenetek, normálisan meg vannak csinálva, és igazából tényleg pörög a film, ebben is vannak gagyi dolgok, de egy picit jobban tetszik az előző résznél már, amiatt is, hogy egységesebb lett, összetettebb, normálisabb, viszont ugye itt is vannak azért problémák, és ugye itt is elég összevisszák a zombik, tehát a zombik, mert itt is van olyan, amelyik gyorsan mozog, olyan is van, amelyik már fut, olyan is van, amelyik csak gyalog, megy, csaszog, olyan is van, amelyik verekszik, olyan is van, amelyik eszközöket használ, meg olyan is van, amelyik beszél. Úgyhogy tényleg nagyon összevisszák a zombik, de mindegy, ez hozzáad a bájához a filmnek, ahhoz, hogy totálisan szórakoztató is, igazából szerethető ez a rész is. És akkor végezetül első hely, az nálam a Zombie Flesh Eaters, vagy Zombie 2, vagy Zombie, a legelső rész a szériából, Lucio Fulci 1979-es klasszikusa, ami sokaknál szerintem ugye a jobb Fulci filmek között van, tehát ugye a kedvenc Fulci filmek között van, ahogy nálam is, tehát nagyon szeretem ezt a filmet, és nagyon szórakoztató ebbe is, egyébként azért persze, hogy vannak kicsit rosszabb, meg gagyibb dolgok, meg túljátszások ugye a színészkedés terén, ez ugye eléggé jellemző az olasz színészekre, hogy túljátszák a karaktereiket, vagy éppen bénán játszák a karaktereiket, de tele van emlékezetes jelenetekkel ez a film, például amikor a temető jelenetén a zombik kikelnek a földből, és akkor ott a giliszták lógnak a zombinak a szeménél, ugye ezt több poszternél is felhasználták azt a jelenetet, meg több borítónál is, ugye itt is igazából az látható. Vagy éppen amikor az egyik női karakter lemegy búvárkodni félmeztelenül a tengerbe, és akkor ott rátámad egy cápa, aztán rátámad egy zombi, majd a zombi támad rá a cápára. Annyira bizarr, valami szinten már nevetséges, de mégis bizarr és szórakoztató, és jók azok a jelenetek. Ugye itt pont látható az is a borítón a cápa jelenet. Úgyhogy nagyon klassz ez a film szerintem. Tényleg iszonyat szerethető, kedvelhető. Nagy részt meg van csinálva azért normálisan, és ugye itt is nagyon jók a gore effektek, a véres jelenetek. És hát ugye
Röviden megemlíteném a Zombie Holocaust című filmet, ami 1980-as, az nagyon hasonlít erre a filmre, a Zombie Flesh Eatersre, a Zombie 2-re, ugyanis nagyrészt ugyanazokon a helyszíneken forgatták, vannak olyan színészek, akik abban a filmben is benne vannak, de persze teljesen más karaktereket játszanak, tehát ugye nincs köze egymáshoz a két filmnek. Viszont egyik másik karakter, azért hasonló karaktert játszik, vagy egyik másik színész, ugye még talán van olyan jelenet is a Zombie Holocaustba szerintem, ami át van emelve ebből a filmből, úgyhogy a Zombie Holocaustra eléggé nagy hatása volt a Zombie Flesh Eaters, még a történet is egyébként nagyon hasonló a két filmben. Úgyhogy az olaszok igazából még saját magukat is másolták, nem csak az amerikaiakat, de hát persze, a Zombie Flesh Eaters ugye eléggé nagy siker volt Olaszországban, meg külföldön is. Úgyhogy ez volna az én zombi rangsorolásom, zombi trilógia rangsorolásom. Harmadik helyen állt a második rész, második helyen állt a harmadik rész, és első helyen áll az első rész. Hozzászólásban írjátok meg, hogy nektek hogy tetszettek ezek a filmek, hogyha már láttátok, ti hogy rangsorolnátok őket, melyik a legjobb, melyik a legrosszabb, mi a véleményetek róluk, illetve hogyha láttátok a Killing Birds című filmet, akkor arról mi a véleményetek, de persze csak spoilermentesen, hiszen én még azt nem láttam, de meg szeretném nézni. És hogyha tetszett ez a videó, akkor kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel a csatornámra, továbbá követettek Facebookon, Twitteren és Instagramon, és hogyha szeretnétek valamit kérdezni, vagy megírnátok a véleményeteket, vagy tényleg írnátok bármiről ezekre a filmekről, akkor azt a videó alatt hozzászólásban tehetitek meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!